Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Heti TV hírműsorát látják. A migráns vízum növeli a terrorveszélyt, növeli a kockázatát annak, hogy a strasbourgihoz hasonló migrációs hátterű terrorcselekmények történjenek Európában, mondta a miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. A miniszter szerint a migráns vízumról szóló Európa parlamenti döntés szembe megy a józan ésszel. A kormány elkeseredéssel fogadta az Európa parlament döntését, nem ért egyet vele, és úgy látja, hogy az európai demokrácia állapotáról szomorú képet fest, hogy miután egyszer az Európa parlamentben már elutasították ezt a javaslatot, látszatmódosításokkal ismét dönteni kellett róla, és az Európa parlament migrációbarát többsége végül elfogadta, fejtette ki a tárcavezető. Szerinte az Európa Parlament azt igyekszik megkönnyíteni, hogyha valaki, akár visszaélésszerűen menedékjogi kérelmet nyújt be, akkor az illető Európába érkezhessen. Minden olyan megoldást ellenzünk, amely nem Európán kívüli döntéshozatalt tesz lehetővé a menekült státusszal kapcsolatban, jelentette ki kérdésre. Szerdán a kormány mellett a Nemzetbiztonsági Kabinet is ülésezett, és arról döntött, hogy Budapesten és a nagyobb városokban megerősíti a járőrszolgálatot. Páncélozott járművek kivezényléséről is határoztak nagyobb karácsonyi vásárok helyszínére. A kabinet mindent megtett, hogy a karácsony előtti készülődés a közterületeken is nyugodt körülmények között biztonságban történhessen, tájékoztatott. A Brexit-tel kapcsolatos kérdésre azt felelte, Magyarország egy szabályozott brit kilépésben érdekelt, ha már a brit választók a Brexit mellett döntöttek. Ha a szabályozott keretekhez hozzá tud járulni az Európai Tanács, akkor a magyar miniszterelnök ezt nyilván támogatni fogja, jelezte. 2,7%-kal emelkednek a nyugdíjak jövőre. Jövőre 2,7%-kal emelkednek a nyugdíjak a kormány inflációs adatok alapján hozott szerdai döntése nyomán, mondta Gulyás Gergely. A munkatörvénykönyvének szerdán elfogadott módosításával kapcsolatban a miniszter azt mondta, hogy az ellenzék állításával szemben minden olyan túlórára, amelyet a jogszabály lehetővé tesz, kizárólag önkéntes munkavállalói beleegyezéssel van lehetőség. A törvény nem ad alkalmat több túlórára, mint más európai országokban a gyakorlat, tette hozzá. Azt is megjegyezte, hogy a munkaidőkereten túli túlórákat ezután is havonta kell fizetni, és a szakszervezetek jogai sem csorbulnak, sőt bővülnek azzal, hogy a 12 havi túlóra kerettől való eltérésre csak kollektív szerződés esetén van lehetőség. Hazugságnak nevezte a 6 napos munkahét bevezetését is. Kérdésre azt közölte, ismeretei szerint a kormány nem tárgyalt semmilyen vállalattal a túlóra szabályozásról. További kérdésekre kijelentette, ebben az ügyben nincs érdemi társadalmi tiltakozás, csak annak az ellenzéknek a padsoraiból érkezik komoly ellenállás, amely immáron a demokrácia alapvető szabályait sem fogadja el, és minél inkább csökken a támogatottsága, annál agresszívabban lép fel. Gulyás Gergely az országgyűlés szerdai döntései közül kiemelte a közigazgatási bíráskodásról szóló javaslat elfogadását, amit szerinte a politikai vádaskodások ellenére komoly sikerként kell értékelni. Azt ugyanis a szakma és a tudomány többsége is támogatta. Hangsúlyozta, az elfogadott javaslat tartalmazza a megfelelő jogállami garanciákat, és semmiféle politikai befolyásolásra nem ad lehetőséget. A közigazgatási bíróságok külön váltam, de az egységes bírói rendszerben működnek majd, tette hozzá. Azt is közölte, hogy jelentősen emelkedik az ápolónők bére, akiknek a fizetése 2012-2019 között megduplázódik, majd 2022-ig további csaknem 70%-kal emelkedik. Kiemelte, a központi közigazgatásban átlagosan január 1-től mínusz 30%-os fizetésemelés lesz, és a honvédelmi, valamint a rendészeti igazgatási alkalmazottaknál is lesz béremelés. Az ő körükben a bértömeg változás 25%, de szerinte az átlagos emelkedés ezt meghaladó lesz. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormány szerdán felkérte az igazságügyi minisztériumot, hogy a pénzügyminisztériummal és az országos bírósági hivatallal együttműködve készítsen elő egy valamennyi bírót érintő jelentős fizetésemelési javaslatot.
A tárcavezető úgy fogalmazott, reményeik szerint a kabinet ezzel orvosolni tudja a bírák jelenlegi méltatlan fizetési helyzetét. Az ország 2800 bírója pedig legkésőbb 2020. január 1-től egy új bértábla szerint kaphatja majd illetményét. Kérdésre elmondta, a minimálbér is emelkedik jövőre, annak mértékéről egyelőre azonban nincs döntés. Aláhúzta, a kormány továbbra is garantálja, hogy jóvá hagyja a munkaadók és munkavállalók minimálbér emelésről szóló egyességét. A Kossuth téren indult csütörtökön az újabb, a túlóra törvény elleni demonstráció. A tüntetők előbb a Margit hidat és a Lánchidat zárták le, aztán a Kossuth téren dobálni kezdték a rendőröket. Ott késő este is összefeszülnek a felek. Később a Szalai utcában és a Nyugati téren is összetűzések voltak. Végül éjszaka a Király utcánál állították meg őket a rendőrök, akik ismét könnygázt vetettek be. Többek között a Momentum alelnökét is előállították. A túlóra törvény visszavonását akarják elérni. Tordai Bence párbeszédes politikus vasárnapi tüntetés előkészületeiről beszélt a hvg.hu-nak, írták az eseményen jelenlévő tudósítók. Külpolitikai híreink. Az Egyesült Államok budapesti nagykövete szerint az elmúlt hónapokban sikerült magasabb szintre emelni az amerikai-magyar kapcsolatokat, a két ország közötti párbeszéd pedig baráthoz és szövetségeshez méltó módon zajlik. David B. Cornstein az Országgyűlés külügyi bizottságában kiemelte, az Egyesült Államokat és Magyarországot mélyen gyökerező viszony fűzi össze, amelyben néha vannak véleménykülönbségek, de a tiszteletteljes párbeszéd által ezeken is úrrá tudnak lenni. A nagykövet közös stratégiai érdeket tükröző és az Egyesült Államok szempontjából prioritást élvező ügynek nevezte a NATO egységének kérdését Ukrajnára vonatkozóan, valamint az energiabiztonság és a védelmi együttműködés témáját. Theresa May brit miniszterelnök közölte, nem számít azonnali áttörésre az Európai Unió csúcs találkozóján a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás ügyében. Az évzáró EU csúcs brüsszeli helyszínére érkezve megerősítette azt is, hogy nem ő fogja vezetni a kormányzó konzervatív pártot a következő nagy-britanniai parlamenti választásokon. Csütörtökön kiderült az is, hogy a londoni parlament az idén már nem szavaz az EU-val elért Brexit megállapodásról, amelyről az eredeti terveknek megfelelően kedden kellett volna voksolni az alsóházban. May hétfő este jelentette be, hogy a megállapodást nem terjeszti szavazásra, mivel az egyezményt a képviselők mélységes aggályai miatt az alsóház jelentős többséggel elutasította volna. Agyonlőtték csütörtök este Strasbourg Neudorf negyedében a strasbourgi karácsonyi vásár közelében lövöldöző Sheriff Csekatot, jelentették a hírügynökségek rendőrségi forrásokra hivatkozva. A 29 éves férfit a Lazaret utca 74 szám alatti házban lőtték agyon, ahová a rendőrség nagy erőkkel vonult be, közölték nevük elhallgatását kérő rendőri vezetők. Időközben meghalt a strasbourgi lövöldözés egy sebesült áldozata a kórházban, ezzel háromra emelkedett a város karácsonyi vására közelében történt keddesti támadás halottjainak száma, közölték a francia hatóságok. A merényletnek 13 sebesültje van, akik közül 5-nek az állapota súlyos, egyikőjük az agyhalál állapotában van. A Sheriff Csekat néven azonosított merénylő kézi fegyverével kezdett lövöldözni a Strasbourg központjában zajló karácsonyi vásár közelében. A párizsi főügyész Rémi Heinz szerint a gyanúsított a merénylet elkövetésekor azt kiáltotta, hogy Allahu Akbar. A tettes a DPA német hírügynökség információi szerint egy észak-afrikai gyökerekkel rendelkező francia állampolgár. A szökésben lévő Csekatot a francia rendőrség nagy erőkkel keresi, megerősítették emiatt a német-francia határ térségének ellenőrzését is, írták. Egy azonosítatlan fiatalember magyar ellenes feliratot festett a bukaresti magyar tannyelvű Adi Endre Líceum kerítésére, tudatta a maszol.ro hírportál. A romániai magyar lap fényképeket is közölt a fehér kerítésre fekete festékszóróval írt, gyűlöljük a bozgorokat feliratról, hozzátéve, hogy a magyarokra lealacsonyító jelzőként használt bozgor kifejezés
hazátlant jelent. Triff Olga, a tanintézet igazgatója elmondta, a szülők közmunkájával és az önkormányzat anyagi támogatásával frissen rendbe hozott kerítést egy arcát maszkkal eltakaró, láthatóan ittas fiatal ember firkálta össze szerdán. Az iskola őrének közbelépése nyomán a tettes elmenekült, ellene az igazgató rendőrségi feljelentést tett. Egy palesztin terrorista agyonlőtt két izraelit, két másikat pedig súlyosan megsebesített Cisziordániában, a merénylet Cisziordánia középső részén történt, az Ofra telepes falu melletti Givat Asaf nevű izraeli telephez vezető kereszteződésben. Az autón érkező támadó kiszállt járművéből, lövéseket adott le az ottani buszmegállóban várakozókra, majd visszaült és elhajtott. A mentősök szerint 20 év körüli fiatalokra lőttek, és ez Izraelben azt jelenti, hogy valószínűleg katonák az áldozatok, de ezt egyelőre nem közölték a helyi médiában. Az utóbbi napokban megnőtt a cisziordániai terrorcselekmények száma. A merénylő kézre kerítése érdekében a hadsereg utakat zárt le a környéken, és a katonai rádió beszámolója szerint körülzárták a közeli palesztin nagyvárost, Ramallahot. A palesztin nemzeti hatóság nem hivatalos fővárosába jelenleg, csak biztonsági ellenőrzés után hajtanak be, a járművek és az onnan távozókat is ellenőrzik. Orbán Viktor a zsidók számára jó vezető címmel méltatta a magyar miniszterelnököt az Izrael hajón. A kormány közeli izraeli újság a két Magyarországon vitatott és antiszemita bélyeggel ellátott újság címlapot bemutatva arra az álláspontra helyezkedett, hogy a világ zsidóságának meg kell értenie, hogy a magyar miniszterelnököt kell választania szemben a másik lehetőséggel, az antiszemitizmussal vádolt Jeremy Corbyn brit munkáspárti vezérrel szemben. A lap szerint Orbán Viktort gyűlölő nemzetközi zsidó szervezetek automatikusan a magyar miniszterelnökkel szembe helyezkedő liberális Heizler András a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke pártjára álltak, noha a magyar kormány rengeteget tesz a zsidó közösségért és a holokauszt emlékezetéért, írja az izraeli hírportál. Gazdasági híreink. A Kopint Tárki kiemelte az idei növekedésre vonatkozó előrejelzését, a gazdasági növekedés idén 4,8%-os lehet Magyarországon, ami 0,2%-ponttal magasabb a korábbi, októberi előrejelzésnél, mondta Palóc Éva, a Kopint Tárki ZRT vezérigazgatója. A magyar gazdaság teljesítménye kimagasló volt a harmadik negyedévben az unión belül. Jövőre az ideinél valamivel alacsonyabb, 4,1%-os növekedést várnak, ami szintén magasabb az októberben jelzett 3,6%-nál. Az uniós pénzek béráramlása jövőre még jelentős lesz, mondta. Palóc Éva elmondta, a termelési oldalon az építőipar szerepe kiemelkedő a növekedésben, az iparé viszont a korábbinál lanyhább volt. Híreinkről bővebb információt a www.braierpress.com, illetve a hetitv.com-on olvashatnak. Maradjanak velünk, következik az időjárás jelentés. Péntek reggelre ismét többfelé képződhet pára, köd, majd napközben dél felől egyre inkább megnövekszik a felhőzet. A késő délutáni órákban délen már megkezdődik a havazás, ami az este éjszaka folyamán egyre északabbra terjeszkedik. Több helyen megélénkül az északkeleti szél, hajnalban -2, -7, kora délután -1, +3 fokot mérhetünk. Pénteken sem várható fronthatás, a hidegre fokozottan érzékenyeknél azonban előfordulhat fejfájás, vérnyomás ingadozás, enyhe hasi görcsök. A fagyos, több helyen nyírkos reggeli órákban ismét felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak, valamint nagy megfázás veszéllyel is számolni kell. Az ízületi panaszok néhol, főleg a nyírkosabb, borongósabb nyugati tájakon napközben is fennállhatnak. Köszönöm figyelmüket, legyen további szép napjuk, viszontlátásra!